Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. A paksi Szent Vendel kápolnától indultak utolsó útjukra a biskói komptragédia áldozatai. Pénteken itt gyülekeztek a zarándoklat résztvevői, csak úgy, mint 1887. június 18-án. Akkor a katolikus hívek Paksról Kalocsára indultak, Jézus szentszíve búcsújára. Akkor, tehát 132 évvel ezelőtt, 5. alkalommal indultak el a paksi katolikus hívek Kalocsára, a Jézus szíve búcsúra, több százan, és hát egy nagyon szerencsétlen emberi mulasztás következménye lett az, hogy több mint 200 ember meghalt a Dunán való átkelés közben. Ugyanis a komp elsüllyedt a parttól alig néhány méterre, közel 400 emberrel a fedélzetén. Akik élve maradtak, fogadalmat tettek. A hívők minden évben megemlékeznek az áldozatokról. Ezúttal is a Szent Vendel kápolnától indult a zarándoklat. A nagy hőség ellenére sokan voltak. A töltésen át gyalogoltak több kilométeren át a dunaparti emlékműig, melyet 32 évvel ezelőtt állítottak a tragédia helyszínén. Itt megemlékezést tartottak, felidézve a tragédia napján történt eseményeket.